Nani, Vajder. Sziasztok, Hektel. És a másik kocka. Műzőn 12, Műzőfözi 12. És Gameknight 999. Szóval ebben a videóban folytatjuk a Minecraftot. Kezdjük is a parancsokkal. A Nandi 1-el kezdjük. Mi volt az? Mi van, de csak szóval. A printtől kezdjük. Ott az elkezdődik a küldetés, és az agent hoznak, aki irányítja a Steve-et, annak elküldünk egy parancsot, hát hogy nem irányítja, Steve futatja. Gondolj, hogy Steve most nem menjünk bele pontosan, mi azt nem néztük előre. Meg, ezt csak így képzeljük el most. Hogy Steve menjen egyet előre, ugorjon egyet és forduljon. Jó, eddig én értem. Igen. Utána jön egy Y-ciklus, eze, hogy a World State, amíg megy. Ebben most azért nem kell belemenni, mert csak azt akarjátok szerintem. Hogy ez addig fut, ameddig megy a... A lényeg, hogy az első streamen ugye a Y-ciklusra tettük be a parancsokat. Ez félrevezető, mert ugye azok a parancsok akkor is futtatják az ágenst. Tehát ezek ilyen aktorok, hogy az a mozgás elkezdő, hogy move egy, és ezt csinálja. Akkor is, ha a cikluson kívül adtuk ki, úgyhogy most ezt mutassuk be, hogyha most elindítjuk, akkor látjuk, hogy a vált cikluson most nincsenek aktorok. Ugye most nem adunk ki parancsot Steve-nek, nem így van? De a három parancs, amit kiadunk a vált ciklus előtt, ugye szépen szekvenciális egymás után, az a három parancs folyamatosan menni fog. És azt kell látnunk, hogy ha a mission 10 másodperc, akkor 10 másodpercig azt, hogy mit fog csinálni akkor. Mert egyébként ezt jó éreztétek, de aki a streamet néz, ez könnyen azt gondolja az első streamünk alapja, hogy a ciklusba kell kiadni ezt. Mindig frissíteni. De ezt nem hagyja abba, ugye? Tehát folyamatosan végrehajtja a move egyet, meg a jump egyet. Elég itt beírni, és utána ez így megy itt ahhoz, a szálunk, és akkor itt fel. Konkrétan. Jó, hát már mutatod. Fel. Én magyarázta el nekünk. Apa? De az nem olyan látszik, hogy filccel kell rajzolni, úgy, hogy már látjátok. Ezt a felkészülés során megbeszéltük. Tehát végülis, ugye most a vezetésünk annyi volt, hogy van egy Y-ciklus, meg a Y-ciklus előtt néhány szekvenciális parancs. És én csak annyit akartam nektek elmagyarázni, amit ti ösztönösen is jól éreztetek, hogy ha azt mondom a Steve-nek, hogy move egy, az nem az én move volt a tegnap esti streamben, ugye, mert a ciklusban azt mondom, hogy move 1 és 0 egy szekundumig aludt, és akkor move volt. Hanem kiadtam a move egy parancsot, akkor Steve move-olni fog folyamatosan. Move, még mindig a végrehajtás. De akkor futassuk, mert ugye most azt kell látni, hogy a ciklusban most nem adtunk ki Steve-nek parancsot, nem így van? De azért... Nézd meg a ciklust, még a ciklus, nézd meg, Réta jelölték. Nem mondja az egészet, mert... De még most csak egéren jelölik csak a ciklust, a Y ciklust. Várja, az nem itt van, hanem itt. De ugye mi hajtódik végre Pythonban, ugye mi van a kapcsolatzárója helyett, ugye a tabulátor annyival beje van kezdve. Igen. És látok, azon belül a részen belül, ott a változáson belül nincsen meg parancsok Steve-nek, ugye? Igen. Tehát most azt fogjuk látni, hogy... Tehát ciklusban pontosan nincs. Mert a tegnapi stream alapján azt gondolhat, meg tegnap ugye a három parancsot, hogy move, jump. Sőt, talán csak kettő volt a move, meg a jump szerintem. Mert a kamera. Hát azzal csak helyeket utána, de oké, azzal is dolgozunk, de a lényeg, hogy ott szerintem sok, tehát én pár ember írta a Facebookon, és ők azt hitték, hogy azokat a parancsokat ciklusba kell kiadni. És azért jó, hogyha most megnézzük, hogy bemondom, ti ezt ösztönösen is jó éreztétek, hogy ha kiadom a ciklus előtt a move-os parancsot, a jumposat, akkor Steve az végre. Na, de teszteljük le, hogy akkor a ciklusban most nincsen Steve-nek parancs. Na, mutassuk meg akkor. És még külön szólok, hogy apa, Minecraftos, creeperös fúrok van. Az látszott, az látszott. Nem tudom. Nekem vasárnyi ízés van. Ja, mutassuk be a kézikönyveket, mert nagyon elkezdtesek volt. Hát van már este, most egy koncentrálatban, holnap már fölkészülünk jobban délőtt. Na, most figyeljük meg, egyébként most nem kell az ére, ugye most az ágás magát, de lehet látni ugye, hogy folyamatosan csinálja, hogy move, jump, turn, ugye?
És most már... Ez már nem már van. Kézirányú. Mert a mission lejárt. Na, de felejtsük el a kézirányú, és akkor menjünk a... A sivatag. Menjünk apa, a... Tehát ez olyan, mint egy robot pilóta egy repülőgépben? Hát ilyen az Alien is, ugye, hogy... Hogy a legtöbb ilyen modellben, mondjuk a robotfociban is ilyen, hogy kiasz neki valamit, akkor azt csinálják. Na Gréta, menjünk akkor a Nandi 1.1-re? Mert ugye a Nandi 1.1-ben az a különbség, hogy ott már írtunk bele a válciklusba is, és akkor itt ezt akkor kifoglalnál össze, hogy mit látunk. Mind a három? Na akkor halljuk. Na de mondjátok, mondjátok. Hát akkor mondjuk. Itt is a... Na, akkor a válj. Nem, hát az egész a printől kezdődik itt is. Print. Ugyanezt, hogy a agent hostnak elküldjük a parancsot, hogy Steve-et futassa, hogy... De hasonlítsuk össze a Nandi 1-gyel, kattints a Nandi 1 főre. Ott van. Ugye láthatjátok, hogy a három parancs ugye a mission elején a válciklus előtt tök ugyanaz, nem így van? De hiányzik a Steve 5 másodperc. Na és mi, az akkor mi a különbség? Mit fog csinálni a Steve? Hogy 5 másodpercig fogja csinálni. Tehát akkor azt látjuk, hogy kiadtuk neki, akkor Steve-nek kiadtuk a move, jump és turn parancsokat, de ezt csak 5 szekundig fogja csinálni. 5 másodpercet vár és utána meg forog. Utána, azt magyarázzuk már. Tehát ugye a változóról mi történik? Miért fogod forogni össze-vissza? Mert azt most itt már soronként menjünk, és sorról sorra menjünk be a válciklusba. Menjünk be a válciklusba. Az a trumba, a trum egyenlő trum, így van. Szóval mínusz egy, abban lesz benne. Na mit csinálok, tehát a turn egyenlő turn szóval mínusz egy, akkor most kezdetben egy volt. Amikor a válciklus magját először végre rajta, akkor ugye, mennyi lesz? Mínusz az plusz, tehát na de várjunk már, de most a turn 1, ugye, mert először végz a válciklusba. Akkor turn egyenlő turn ször mínusz 1, a turn most mennyi? Az mínusz 1 lesz. Így van, akkor a turn most mínusz 1 lesz, így van, és akkor milyen parancsot küld az ágens hostnak? Törn, hát hogy plusz, STR valamelyik oldalra. Ugye az STR a stringet csinál belőle, és stringet lehet összefűzni ugye igen, a törnnel. És ezért valamelyik oldalra fordul, de most a törnnek mennyi az értéke? Mínusz 1 vagy plusz 1? Plusz 1. Hogyha most beindul? Az elsőbe. Mínusz 1 az első. Így van. A másodiknál, mikor plusz 1. A harmadiknál? Mínusz 1. Negyediknél? Ugye szépen ugrál, mínusz 1 plusz 1. És akkor így fog forogni egy pillanat. Jó, akkor azt kell látni, hogy 5 percig ugye azt csinálja, mint a Nandi 1, és 5 perc után pedig jobbra-balra fagossa a kormány, ugye? 5 másodperc, meg 1 perc. Na, lássuk akkor, akkor húzassuk a 1.1-et. Még egyet, és enter. Do enter. Csak adni is vele. Itt ugye már lecseréltem a világot, hogy itt már default world generátor lesz. Mert jobban lehet látni a forgást a valakterep tárgyak. De mi az a holding? Hát építi a felületet. Hát a világot legeneráljál. Hát gondolom, hogy milyen sokáig. Ugye most látjuk, hogy most 5 másodpercig ugrál. Ez nem humán irányítás. Most már jobbra, indítsuk már újra, mert... Kéz irányítás. Több idő kéne ennek. Nem? Indítsuk már újra, mert nem lát. Meg nem biztos jön az erdőből? Figyelj, hát... De most kézi az erdő, és ha szalad meg az erdőből. De miért? Mekkora itt az erdő? Hát most minden meg van. Dehogy is, ott már hegyek vannak. Hát ja, és a hegyeken még kevésbé nem tud menni. Amúgy át tudnád bányászni magadat, már nem azért. Nagyon érdekel az engem. Na, ott a sorrendünk és ott már hátra kimegyünk. Hát nézd meg, ez egy hatalmas erdő. Várj, azt nem tudom viszont, hogy kell a másik irányba menni. Hát ott van a ASD, az akkor az A-val mész a másik irányba. A D az ez, az A-val kell, oké. De még forrom nem tudunk. Mert mi telefonon vagyunk. Mert mi noobok vagyunk. Hát mi telefonozhatunk ilyen szemben. Na jó, indítsuk el, mert az kicsit eddig megy. Nagyon sok elég. Nem megyünk be anyába, ugye? Hát... Érdekes, hogy szorultál. Te van. Ott a beszorultál, hogy volt be. Ez sem, hát tudod menni, és nem szorult be. Ott a helyet. Ja, csak oldalra fogok menni. Na, irányítsam. Ah, ne bányasszam. Az baj, nem tudom, hogy kell oldalra. Látok? Én mondtam, hogy egész nap ezt kell a nyomdőt képbe léptek.
Nekem valamikor, amikor itt kapcsolatban... Fél, nekem így alatt egy rájövett, hogy de most a streamen akartok itt ma este 10-kor kizsetődni, hát, most ne koncentrálni. Ezzel akkor kapcsolatban meg sikerült, de most nem. Jó, akkor itt a indítsuk el. Hát de közel kell menni. Na, de indítsuk el most. Mivel mész előre? Ezzel. Nem, az a hátra, a W-vel megyünk előre. Szóval csántolj! Vagy farkasnak. Na, első. Hát ha nyomnál, de első hát. Dupla V-vel. Oldalra. Menjél előre. De nem tudod elbányászni magad. Vissza kéne menned, várj, menjél vissza. Menjél vissza. Essel, menjél hátra. Menjél egyen lejjebb, és ott fel tudsz menni. Van, tudod. Hogy bányász ki, és most fel tudsz menni. És most jumpot. De így egy bányába fotogás nézszék. Várj, ragd le a blokkot, és de menj át rajta. Réta. Amúgy meg lehetettem volna ezt. Jó, de most miért a streamen büszkölünk? Más akkor kell. Más akkor. Ott egy farkas. Szia, farkas. Jó, most mindegy, hogy nem mentünk ki. Na jó, ez a... Kezdődök kicsit. Ott egy bárány húsa. Na megölte a farki. Farkas. Há, felvettünk. Jó, de most indítsuk el, mert szerintem mutatni is. Hű, ott is a kaja, de sok kaján van nekünk. De Matyi most nem az állni, de súlyos. De az állni is innen fogja folytatni, tehát itt se fog láncolni semmi. De itt fog már, itt van, nem jó. Hát, hogyha tudnák, hogy kell forrogni, azt derítsük már ki. Hát adjatok egy törparanyat és forrogni fog. De nem úgy, hogy mi akarjuk, mert forog egyet, úgy nem bírjuk kimenni az erdőbe. No, mert csak az a baj, hogy hátabb lehetünk akármilyen. De ti most nem programoztok, ti a kézivezetéssel szórakoztok. Hát én is mondom, hogy csináljunk már parancsot. Adjunk ki, Matyi, parancsot. Na jó, akkor adjunk ki parancsot. Szóval megpróbáljuk még egyszer ezt az egy pont egy pénzt. De láttatok, de az ágens ott folytatja, ahol... Ahol csináltuk. Igen, most már össze-vissza forog szépen. De megmutatta az utat, hogy hova kell menni. Nem, hát ez a program most fogalmas nincs arra, hogy mit csinál. Ő azt csinál, hogy 5 másodpercig fordul egy irányba és jumpol és megy előre, aztán 5 másodpercig és jobbra balra. Na, Rita pályán lehet találni. De nem volt kell, erre kattintsál már, mert odaírod. Nézd, mész az osanó, mész a surranó. Nem is jól, mert a surranó. Amúgy de ott lesz kívül az erdőben. Hát lesz, csak meg kell mászni hozzá. Ott egy bárány. Nem vizsgál a fától. Ott van 3 bárány. A farkas kéne a farkas. 4 bárány. 5-6-7 bárány. Talán. De mi ez már? Ez egy erdő kérlek szépen. Ez a Minecraft csodálatos világa. Minecraft tökéletes, csodálatos. És akkor ezt csinálta a World Generator, hogy nem a sima flat, sima terepen vagyunk, hanem van egy rendes világgenerátor. Amúgy be tudnánk, hát nem programozni, hanem állítani. Várjál, Gritának szedjünk egy kis virágot. Mint hogyha várjál. Nem tudunk lehajolni. De lehetjük benézni. Tudok írni programot, már meg volt a lehajolás. Na ezt kéne megírni majd a programból, hogy ide kéne eljutni, csak mondom, hogy ezt többet kéne foglalkozni velem, nem is foglalkoztok, nem? Right. Na most mi a terv, mert abba hagynám, ha a kézim az érni? Na, akkor elmondom, ahol holnap mi lesz a feladat, jó? Azt mondja, hogy a tutorial példáját elindítjuk. Tutorial. Méghoz az 5-öst. És mutassuk meg, van egy slime-unk, ugye? Hol látszik a kamerán? Sőt, ez ilyen világító slime. Látszik? Igen. És Matyi akkor kapja meg, hogyha ez a Steve nem fog meghalni. Melyik Steve? Figyeljétek. De nem már dobos. Holnap ehhez komoly munkát kérdez. Ja, megtalálja a bázist. Nem fog meghalni, fogadok. De ez itt be van állítva, apa. Hogy a bázisnál legyen. És gyémánságként hogy lehet neki? Meghalt? Meghalt. Hol? Ha kérjétek a slime-ot, ide még kell egyet ugrania. Hát beprogramozzátok. Kettőt kell. Nem, nem annyit kell lépnie. De apa?
Azt is be kell programozni, hogy itt legyen. Srácok, ez nem lesz olyan egyszerű, szerintem itt menjünk aludni, és holnap, ha ezt lebírjátok programozni, és kijöttek a slime. Kell a gyárt, és átudolja a sinőt. Ha teljesen egyszerű, tessék, itt van. Tutoriál 5-ös példa. Tessék. Jó, hallod itt belőle. Ide is van írva, hogy ide kéne írni valamit, hogy megmentsétek az ágenst. Tessék. Kérlek a fáját. De ebben van, most több minden van, hát ehhez már tudni kéne azt, hogy érzékelje a körzetét, hogy jó, mi van alatta. Jó, akkor kezdjük ezt holnap. Tehát szerintem ez holnap fog sikerülni. Ne hajj meg! Hát nem annyira egyszerű, hogy na, az most nyilván nem értik, hát az ő nyelvénkre programozunk. Ne próbáljuk, akkor így megoldom. Na, szerintem a köszönjük el, és holnap a napot rászálljátok, és meglátjuk, meg bírjátok és csinálni. Jó. Na, köszönjük el akkor, és holnap innen. De hát én még pinkel leszek. Akkor is stream után egy kicsit még pinkelek. Ja. Akkor hát sziasztok, hackerek! Én NewsPosit 12 voltam, és itt volt velem Fanny Falter. És GameKnight 999. Én nem tudjuk kimondani a nevét. Szóval, goodbye.